Múlt héten kötött együttműködési megállapodást a II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred és az Incéri György szakképzőiskola. Ennek értelmében az intézmény diákja is részt vehetnek a honvédelmi alapismeretek képzésben 8 fél éven át. Elméleti és gyakorlati foglalkozások várnak rájuk, mondta Cél István alezredes 35 perc című műsorunkban. Felöleli a hadijogi ismereteket, általános hadtörténelmi ismereteket is tanulnak a diákok, biztonságpolitikai ismereteket, és vannak a tantárgynak olyan része, amit szívesebben tanulnak, gyakorlatilag foglalkozások is. Általános katonai ismereteket tanulnak, egészségügyi ismereteket, tereptani ismereteket, túlélési ismeret, táborozási ismereteket, tanulnak lőelméletet. Tehát sok olyan dolgot tanulnak a diákok, ami alapvetően gyakorlati foglalkozásokra épül, épp ezért szeretik ezt a tantárgyat tanulni, mert a hangsúlya gyakorlatias foglalkozásokon van. A felsőbéves diákok is bekapcsolódhatnak a programba, de az a szerencsés, ha elsősorban a 9-es tanulók jelentkeznek. 4 év alatt tudnak eljutni ugyanis az érettségi szintre. A tanulmányok ideje alatt ösztöndíjat is kapnak. Egyrészt azért is jó, mert ösztöndíjat kapnak azok a diákok, akik ebben a programban részt vesznek. Egyébként önkéntes a jelentkezés erre a programra, és a programban a részvétel feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat. Az a diák, aki részt vesz ebbe a programba, őt nevezik honvéd kadétnak. A honvéd kadét pedig ösztöndíjat kap, mégpedig a tanulmányi eredményétől függően ez 8 és 48 ezer forint közötti összeg lehet. Ez akkor is, hogyha gimnazista. Tehát, akkor is, hogyha gimnazista. Uh-huh. Így van. Mert ott amúgy nem kapnak. Igen. Így van. Ezen kívül, amiért még egy diáknak érdemes ezt a tárgyat felvenni és tanulni, az az, hogy érdekes tanórákon és szabadidős programokon vehet részt, ez egy nagyon fontos dolog. Aki esetleg érdeklődik erőteljesebben a katonai hivatás iránt, annak lehetősége van már diákként egyenruhába bújni, ugyanis a diákok ellátása formaruhával ez év tavaszától elkezdődött, illetve a Honvédelmi Sportszövetségnek a kedvezményeit és tanfolyamain lehetnek részt ezek a diákok. 4 év után nem kötelező, de ajánlott, hogy érettségi vizsgát is tegyenek a diákok honvédelmi alapismeretekből. Sőt, ha mindezt emelt szinten teszik, és a közszolgálati egyetemre jelentkeznek, 50 plusz pontot is kaphatnak az érettségi eredményétől függően.